Sziasztok! Ez egy ilyen napi gyors tipp szekció lesz. Azt fogom elmesélni, hogy az egyik munkahelyemen úgy jegyeztem meg egyik napról a másikra így az új 10 kollégámnak a nevét. Úgyhogy az egyik nap bementem, bemutatkoztunk, és másnap már tudtam mindenkit a nevén szólítani. Baromira nem volt bonyolult, annyi az egésznek a titka, hogy volt egy kicsi noteszem, és akárkivel találkoztam, gyorsan beírtam a noteszbe a nevét, meg beírtam azt is, hogy hogy nézett ki az illető, meg hogy mi volt rajta aznap. Tehát amikor így bemutattak a Péternek, akkor beírtam, hogy XY, ilyen meg olyan Péter, Petinek szólítják, fehér lemvászon nadrág volt rajta, kék kockás ing, és egy kicsit borostás volt, meg mit tudom én, szemüveges. És akkor így a nap folyamán, bármikor, hogyha valakivel úgy találkoztam, hogy nem kaptam el rögtön a becenevét, vagy hogy ott szólították, a füzet az mindig nálam volt, tehát egy ilyen kicsike füzet, toll egyfolytában, és akkor, hogyha hallottam, hogy az illetőt hogyan szólítják, akkor azt gyorsan beírtam oda a neve mellé, meg a mellé, hogy hogyan néz ki. És akkor, amikor hazamentem, akkor ezeket így szépen megtanultam. De hát ugye a Péter volt, aki valójában Petinek szólított mindenki, ilyen meg olyan ruha volt rajta, hogy másnap, amikor bementem dolgozni és találkoztunk, akkor már rögtön tudtam, hogy oké, te így meg így nézel ki, akkor te vagy a Peti, te meg így nézel ki, akkor te vagy a Béla, te meg így nézel ki, akkor te vagy az Anikó. És hogy ezt hogyan tudod jól használni, amikor mondjuk nem ugye egy olyan helyzetben vagy, hogy munkahelyen, mert hogy vállalkozó vagy. Egy üzleti rendezvényen megcsinálhatod azt, hogy amikor találkozol az illetővel, akkor ugyanígy mondjuk kapsz egy névjegykártyát, és akkor rögtön a névjegykártyára ráírod, hogy hogy néz ki az illető, vagy használhatsz egy ugyanilyen kis füzetet, amiben beírod ezeket a cuccokat, vagy csinálhatod azt is, ha modern technika, hurrá, hogy csinálsz magatokról egy fotót ott rögtön, lefényképezed magatokat, és akkor elküldöd neki e-mailben, meg elküldöd magadnak is, és akkor tök jó, mert egyből ott van, hogy az XY az így meg így néz ki, tehát hogy így megtanulod gyakorlatilag az ő kinézetét, és akkor legközelebb, amikor találkoztuk, akkor már így nem fogsz azon gondolkozni, hogy úristen, akkor ez most egy Lózika, vagy Béla, vagy Anikó, mert hogy előtted lesz egy kép, ami alapján be tudod azonosítani, de ugye ez csak akkor működik, hogyha hajlandó vagy megcsinálni ezt a kis erőfeszítést, hogy vagy leírod, vagy lelistázod, hogy akikkel találkozol, azok hogy néznek ki, vagy hajlandó vagy elkészíteni ezeket a fotókat. Vagy ugye, ami még ilyen apró trükk lehet, hogy mondjuk így a nevek alapján, amikor hazamész egy rendezvényről, akkor kikeresed őket Facebookon, és az ottani képük alapján tanulod meg, hogy a névhez milyen arc tartozik, ami mondjuk ilyen több szempontból lehet trükkös, mert hogyha mondjuk megismerkedsz egy Kovács Józseffel, akkor sok sikert ahhoz, hogy megtaláljad őt másnap a Facebookon a 627.832 Kovács József között. És ugye a másik meg az, hogy ahogy tudod, az átlag embereknek azért nem olyan profilképük van, amiről ők fölismerhetők, hanem ugye van Kisvirág, meg Macika, meg minden anyám kínja, úgyhogy lehet, hogy még meg is találnád az illetőt, hogyha mondjuk különleges neve van, hogyha olyan fotója van, de hogyha mondjuk olyan különleges nevű emberből van mondjuk 3, és egyiknél sem található normális fotó, akkor így jártál. Ugye a lényeg az, hogy ha magadat úgy tartod, hogy neked nagyon-nagyon nem jó az arcmemóriád, akkor ilyen apró trükkökkel lehet azt elérni, hogy máskor is emlékezzél arra az emberre, akivel egyszer már találkoztál, és amikor legközelebb szemben, akkor tudjad a nevén nevezni, és mondjuk legyen róla fogalmat, hogy mikor, hol találkoztatok, és miért fontos, hogy megismerd azt az illetőt. Szóval jegyzeteljetek, fotózkodjatok, sok sikert! Hello!